hogy amíg szép a rózsa, addig mindenkinek kell, amikor meg már tönkretettem, akkor senkinek sem. A szűzanya azért, mint kedves gyermekeit, még mindig elfogad bennünket. És őnála sohasem késő azt mondani, hogy butaságot csináltam, segíts nekem. Mert ő úgy fogad el, ahogyan vagyok, azzal a szándékkal, amelyel én közeledem felé, és ő segíteni akar nekem, éreztetni akarja, hogy gyermekem, de számomra még így is fontos vagy. Én így is szeretlek téged. Én így is elfogadok téged. Cserébe nekünk mit kell tenni, kedves testvérem? Hálával leborulni előtte, megköszönni és megígérni, hogy igyekszünk a jövőben jobbak és másabbak lenni. Igyekszünk változtatni az életünket. Igyekezni fogunk megőrizni azt az eredeti szépséget, amelyet a Jóistentől kaptunk, és amelynek minden életkorban megvan a gyönyörűsége. A gyermekkorban, amikor önfeledten tud, még itt a templomban is a gyermek rohangászni, mosolyogni. A fiatal, a szerelemtől kicsattanó életkorban. Aztán, amikor a gondokkal és a családneveléssel, aztán majd az idősebb korban az elmúlással foglalkozunk. Ő mindig szépnek lát bennünket. Ő mindig segíteni akar, mert mi az ő kedves gyermekei vagyunk. Kedves testvérek, sokszor szívjuk ezt a világot, de nekünk nem az a dolgunk, hogy mi tanácsot adjunk másoknak, hogy mit csináljanak, hanem elsősorban az a dolgunk, hogy mi helyesen éljük meg a kereszténységünket. Hogy mi, külön-külön mindannyian, pontosabban, hogy én jó keresztény vagyok. Hogy én jó példát vagyok. Hogy én másképp is vagyok. Amikor egy szép ünnepre készülünk, akkor nem elég csak eljönni esténként, meghallgatni esetleg egy-egy előadást, hazamenni és aztán megosztani az otthon lévőket, képzeljétek el, volt itt egy szakállas atya, a virágot összedarabolta a templomban. Nem ez az üzenete a mai estének. A mai estének az az üzenete, hogy a Szűzanya szeret bennünket, és a mi életünkkel kell nekünk is megmutatnunk az iránta érzett szeretetünket. Mi keresztények példát adunk azoknak az embereknek, akik körülvesznek bennünket? Mi keresztények előjárunk mások előtt? Azt kell tapasztaljam, hogy sajnos sokszor mi magunk, papok is igazodunk a világhoz. Már nem az Isten szépségét és az Isten tervét keresünk, hanem azt, amit más értékesnek vagy fontosnak talál. Valamikor láthatóan megkülönböztethető volt a keresztényeknek a jelenléte a társadalomban. Kedves testvérek, mi keresztények mostanában megyünk a világ után. Mi igazodunk azokhoz, akik körülvesznek bennünket, és nem mi adunk példát azoknak, akik körülvesznek minket. Hadd kérdezzek rá, hogy az előttünk álló egy-két napban hányan fogják elvégezni vajon a Szent Jónásokat? Az ünnepre való készületben Szűzanya iránti szeretetét. Az előttünk álló egy-két napban hányan fognak vírasztani? Tetszene közül, hogy mekkora érték az, amikor az ember az éjszakában, mint az Úr Jézus, valamilyen fontos esemény előtt órákon át imádkozik. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen keresztények készülve erre az ünnepre, a gyónás és az imádságon kívül még mivel készülnek?
Mivel lesz másabb ez az ünnep? Miben lesz az önök közeledése kedvesebb az üzanya előtt, mint azoké, akik sajnos nem ismerik őt? Vajon látni fogják-e ezt az önök életében? Úgy gondolom, hogy mindannyian, akik jelen vagyunk itt a templomban, nagyon jól tudjuk mi mindannyian, hogy mit kell nekünk tennünk. Nagyon jól tudjuk, hogy mire kell odafigyelni. Nem arra van önöknek, egyiküknek sem szüksége, hogy én mondjam meg innen, hogy ma, holnap vagy holnap után mit tegyél. Én csak megerősíthetem önöket abban, hogy igenis, ami önöktől telik, azt tegyék meg. És példával járjanak elő. Mutassák meg az embereknek, hogy igen, mi keresztények másképp élünk. Másképp beszélünk, másképp öltözködünk, másképp étkezünk, másképp viselkedünk, mint a világ. Lassan már nem bőjtölünk, lassan mi is ugyanazokat a slang szavakat használjuk, amit a környezetünk. Miben vagyunk mi, Isten gyermekei, mások, mint a világ? Megnyugtatjuk a lelkiismeretünket, hogy vasárnaponként, vagy esetleg, ha ráérünk, akkor hétközben is eljövünk a templomba, és részt veszünk egy-egy szentmisén, egy-egy áldozatosságban. Ez nem elég, kedves Isten. Legyen hát ez a mai este, a holnapi nap, a holnap utáni, egy-egy alkalom, amikor egy picit mélyebben a lelkünkbe tekintünk, és mindenki a maga helyén, a Szentlélek által megvilágosodva, próbáljon meg rendet rakni. Mi az, amit ezután másképp kellene csinálni? Lehet, hogy többet kéne szentírást olvasni, lehet, hogy többet kéne bőjtölni, lehet, hogy többet kéne vírasztani. De legalább ebben a három napban, kedves testvér, ebben a három napban mutassuk meg, hogy mi keresztények, mi másoknak vagyunk. Ez nem hivatkozás, ez nem másoknak a lenézése, nem másoknak a beszélása. Egyszerűen csak a keresztény életünknek a megélése. Ezt kell a helyére tenni az életünkben. Jó keresztényeké kell válni, kedves testvérek. Hogy az ünnep alkalmával, a szűzanya, amikor letekint ránk, mint a gyermekeire, akkor azt lássa, hogy mi nem rakoncátlan gyermekek vagyunk, hanem mi jó gyermekei vagyunk, a Jóisten, és a boldogság mennyi édesanyám, a szűzmárja. Segíts a Jóisten, kedves mindannyiukat, hogy jó keresztény lélekkel tudjanak készülni erre a szép ünnepre, és holnap este is várom őket nagyon sok szeretettel. Dicsérjük a szüleit! Mindenek